Na, sziasztok! Új jó barátom, a Létra, festő Létra még hozzá, úgyhogy a következő képsorokban Zsoltival fölpattanunk egy-egy létrára, és csapatjuk a falra a Grettet. Nagyon fasz amúgy, mert én nekem tériszonyom van, ezt már a tetőszerkezet készítésnél is kihangsúlyoztam. Most olyan magas nem kell másznom, csak erre, de nem elég, hogy nem a falat, hanem a plafont kell kenni, tehát fölfele kell nézni, és még közben a létrával is kell majd menni, és még a vödörből is ki kell szedni az anyagot az eszközökkel, ugye? Amik hol is vannak? Itt vannak az eszközök. Ja, itt meg még van anyag, de már csomót fölkentünk. Úgyhogy izgalmasak a mindennapok, lassan elkészülünk. Szépen alakulnak a falak, mennyezet, szárad, jön a tavasz, pont minden klappol és összevág. Hogy kezd így belülről ilyen otthon kinézete van már nekem most. Végre nem a csúnya téglafalakat látjuk, hanem rajta van már egy-két sor Grett, úgyhogy most jön egy kis csiszolás még, lepkézés, meg a többi szakkifejezés, amikről most már van fogalmam. Nem látszódnak már a falban a vésések nyomai sem, úgyhogy hamarosan mennek bele a konnektorok, a villanykapcsolók, felülre a spottok, állat. Most már azért kezdem unni egy kicsit, mert nagy látványosság nem történik, de az idő az szalad, a pénz még jobban. Úgy tudnám jellemezni ezt a részét az egész építkezésnek, hogy amikor megtalálod a gargantuát, vagy azt a fekete lyukat, vagy miről beszélnek ugye az űrhajós filmekbe, és így beszippant mindent, még a fény se jön ki. Tehát most nyitottunk egy ilyen fekete lyukat, és szívja be 20 000-eseket ezerrel, de mindjárt fölbasszuk a falakra a cuccot, aztán kész, és azt jön tovább a következő videó. Na, sikerült az interneten találnom egy ilyen kandallóbetét nagykerszerűt, vagy kiskert, vagy egy weboldalat, tehát tök mindegy. A lényeg az, hogy akcióban vannak a kandallóbetétek épp most, úgyhogy ezzel begyakorlom a kandallónak a tűzrakási mi voltját, és megrendelem mindjárt a netről, ezt is a netről, mert ott minden olcsóbb, és végül is ennek az átmeneti baráti segítségi kis vaskályha kandallónak a helyére be fogjuk építeni a végleges kandalló betétünket, és próbálok majd kialakítani valami kis guszta dizájnt is neki. Úgyhogy előbb gyújtottunk be az épületbe, mint gondoltam, mert őszre számítottam, nem most a tavaszi időjárás ellen küzdve, de a lényeg az, hogy van fa és fogy. Na, most pedig megtanulok ezzel a létrával menni. Kitanulom a grettelés mi voltját Zsoltitól. Kicsit amatőrködöm. Na. Egy okosságról szeretnék beszélni, amit a villanyszerelő barátom hívta fel a figyelmemet egy ilyen tényre, hogyha van mondjuk egy nappalid, vagy kialakítasz egy ilyen társas helyiséget, és előre ki tudod találni, hogy valószínűleg a tévé egy ilyen nagy egyenes falon fog helyet foglalni, és azt föl szeretnéd fúrni. Én mindig néztem az ilyen erotikus jellegű filmek, pornóalkotásokban, meg egyéb mozi filmekben, mert ugye túl sok ilyen luxusházban nem jártam én valójában, csak virtuálisan, hogy fönt van a kurva nagy tévé a falon, de semmiféle vezeték nem megy oda. Semmi nem látszik. Arra gondoltam, biztos valami gipszkartonos kis lakberendezős ezer mesterséggel lehet eltüntetni, de Zsolti barátom felhívta a figyelmet, hogy van egy ilyen kábelcsatorna, amit a villanyvezeték bekötése után be lehet építeni a megfelelő helyre. És ez körbe is van él. Mi az Isten ez? Raktunk is bele egy kis fém élzárót, vagy élvédőt, és ezen a felfúrt tévéről az áramkábel le tud menni oda alulra. Ugyanígy tud menni a kábel tévének a kábele, a HDMI, az USB, meg a többi Winchesternek, ugye a filmtartalmaknak a kábelei, és kurva sok belefér. Hát így eredetileg már a fal kialakításánál nem kell plusz gipszkartont ilyen kidomborodó vagy plusz megoldással variálni. Az a fenti 4 konnektor, mert hát ugye nem aprózzuk el, mindig konnektorból kevés van, úgyhogy itt kb. 100 darab lesz. A tévé mögött van 4. A tévének a kábel csatornájánál le tudunk jönni, és az alsó szekrény takarja azt a lenti 8-at. Tehát így elvileg tuti, hogy bármilyen DVD lejátszó, Blu-ray lejátszó, Xbox, Winchesterek, HDD, stb. Mindennek lesz dugalja, és le is kell ilyenkor fényképezni, hogy hol mennek a kábelek, mert ugye a lapos tévének a fali konzolát föl kell majd fúrni. Most arról nem árt egy kis digitális tartalom, hogy amire az ember odaér, elfelejt már mindent. Hát főleg én már szivacs az agyom, amennyi mindenre kell figyelni. Úgyhogy felfúrásnál jön a következő videó, amikor a kábeleket megpróbálom nem elfúrni, és bekötjük a média rendszert. Addig is szárítjuk tovább a házat, verőfényes tavaszi napcsütés van, és grettelünk. Ja, közben nem is mondtam. Ja, az örömhírt nem is mondtam, időre megjött a járólap,
a falburkoló, hidegburkoló anyag, azaz a csempe, tehát én úgy hívom, hogy a csempe, úgyhogy itt van kinn a teraszon. Azért még a talicska, mint látkép, még mindig itt van a kocka talicska. Ide bepakoltuk ezt a kb. 1800 kg hidegburkolatot. Nem is tudtam igazából, hogy milyen neve van neki, vagy nem, de ez olasz, ez ilyen italiános csempe, nagyméretű, úgyhogy 60x60-as lesz a 60x60-as lesz a flaszteren a járólap. Ezek a hosszúak meg... hol van? Igen. 80x30-asak. Modern Itália, itt van. Olasz a csempe. Méretek, tehát ez kerül a falra. És hol is láttam? Ja igen. Tehát már a csempe is A pluszos. Már nem csak az elektronikai készülékek, már ez is... lassan azt mondom, hogy olyan lesz ez is, mint az okos tégla, ez meg okos csempe. Remélem, hogy magát fogja majd vágni és rakni. És akkor végül is a falon lesz egy alapárnyalat, ami a nagyját teszi ki majd a két fürdőszobának, és lesz két más árnyalatú, amivel lehet egy kicsikét extrázni. A nagyok meg ugye mennek le. Úgyhogy négy féléből kellett kiszámolni és összeválogatni, négyzetmétert kalkulálni, stb. Hát remélem, hogy nem kurtam el, remélem nem basztuk el, úgyhogy a következőben pedig csempézni fogunk. Már is van készítve valamennyire a fürdőszoba. Nem ártan egy kis takarítás, ezt majd mindjárt innen kikotorom. Az itonggal meg van építve a sarokkád mögötti fal. Megvannak a kiállások, a segmosónak, WC-nek, a dupla mosdószekrénynek. A plafon is alakul, tehát itt azért még van meló. Ezt a helyiséget fogjuk full kicsempézni, méghozzá a plafonig. Aztán, hogyha ez megvan, akkor ugyanebből a színű mintájú csempéből megcsináljuk a kisebb fürdőszobát vagy zuhanyzót. Itt még egy kicsit kaotikusabb a helyzet, mert itt még van neki szerelési anyag, meg még van egy kicsi vissza, tehát itt lesz egy ilyen üvegzuhanyfal, hát itt lesz benne egy ilyen fali zuhanypanel, mellette az üvegen túl egy toalett, ide kerül a törölköző szárító, ja, a másik fürdőszobába is kerül egy törölköző szárító, és ide pedig egy ilyen kisebb méretű mosdó és szekrény kombináció. Tehát végül is ez egy kisebb fiunknak a kisebb fürdőszoba, a tusoló, vagy úgymond legény, zuhanyzó, mondhatni, hogy hányós WC-vel előkészítve. Ez a következő projekt. Na hát fasza. Azt mondom, hogy fasza, kicsit át is szellőztetek itt, és nyomjuk is tovább. Ja, és még valami. Az ilyen edzős, meg ilyen sportos életmódos videóimból már tudjátok, hogy én pont leszarom, hogy mit csinál a természet, hogy épp milyen időjárás van. Tehát engem az nem hat meg, hogy épp szakad a hó, vagy esik az eső. Én akkor is megyek edzeni, vagy futni, vagy amit én akarok. Úgyhogy itt sem állhat meg a munka. És éppen ezért van itt egy ilyen faszakis párátlanító berendezés. Meg is mutatom. Ez. Itt dolgozik reggeltől estig, estétől reggelig, és gyűjti a falból ki áramló, levegőbe bekerülő vizet, a párát. Tehát attól függetlenül, hogy most ilyen esős tavaszunk van, én pont leszarom, engem pont nem érdekel, meg abban sem vagyok jóban a nagyfőnökkel, úgyhogy használjuk a sátánista vívványokat, ezeket a tudomány által alkotta berendezéseket, ezeket az elektronikákat. Úgyhogy párátlanítunk ezerrel, mert nem állhat meg a glettelés azért, mert nem szárad a fal, vagy mert az időjárás olyan, hogy nem tud kiszáradni a ház. Úgyhogy kandallóval rásegítünk, egy ventilátorral megkergetjük, és utána helyiségről helyiségre szárítjuk ki a környezetet, mert a munka nem állhat le.